Az utolsó villanyoszlopokra szerelik fel a madárvédelmi rendszer elemeit az E.ON szakemberei. Az energiaszolgáltató cég felelős nagyvállalatként hónapok óta dolgozott ezen a projekten a Gemenci erdőben. A régmúltból már szigetelő papucsok ténylegesen el lettek helyezve ezeken az oszlopokon, de a Duna-Dráva Nemzeti Park egy nemzetközi pályázat keretében olyan forrásokat tudott megszerezni, amivel sokkal jobb és sokkal hatékonyabb megoldásokat tudtunk elvégezni a hálózatunkon. Ezzel az úgynevezett madárvédelmi V-tartókat tudtuk elhelyezni az oszlopok tetején, ami jelentősen megakadályozza azt, hogy a madarak, a nagy testű madarak a szárnyaikkal rövidre tudják zárni az áramköreinket, vagy pedig rá tudjanak ülni az oszlopainkra, és ezzel jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a madárbaleseteknek a számát. Ez jó a Nemzeti Parknak, és természetesen jó nekünk is, mert ebben sokkal kevesebb fogyasztói zavartatást tudunk elérni a hálózatainkon. A fejlesztések befejezésének időzítése nem véletlen, a szakemberek ugyanis megvárták az innen nem messze fészket rakó védett rét is a sok költési idejét, emiatt kellett a februárban indult 54 oszlopot érintő beruházást két részre osztani. A beruházások eredményeként pedig nem csak a nagy testű rét is a sok érhetnek itt mostantól nagyobb biztonságban. Itt nagyon jelentős fekete gólya populáció található, itt az alsó Duna-völgyben körülbelül 50 pár egy jó évben, egy 50 pár is szokott fészkelni, illetve a másik ilyen nagy testű ragadozó madár pedig a rétishas, amiből 20-25 pár fordul elő itt a területen. És hát nagyon jelentős a gázló madaraknak a száma, gémfélék, szürke gém, vörös gém, nagy kurcsak, kis kurcsak, bakcsó, csejem gém állomány, amelyekre ezek a korábban csak részben szigetelt szabad vezetékek nagyon jelentős veszélyt jelentettek. Az E.ON dél-dunántúli áramhálózati ZRT, mint elosztói engedélyes, egyértelmű felelősséggel tartozik az ügyfelek fele, és ez a felelősség pedig a biztonságos energiaszolgáltatás. Ezzel párhuzamosan az üzleti életben megjelenik már nagyon erőteljesen a fenntarthatóságnak a kérdésköre. Ezzel együtt mi úgy gondoljuk, hogy felelősek vagyunk azért a környezetért, amiben mi a szolgáltatást nyújtjuk az ügyfeleink részére. A most a végükhöz érő munkálatokat alapos tervezés előzte meg. Az energiaszolgáltató cég szakemberei a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársaival közösen mérték fel, hogy milyen fejlesztésekre van szükség a madárvédelmi projekt hatékony kivitelezéséhez. Felelősek vagyunk a természeti környezetünkért, felelősek vagyunk a növény és az állatvilágért. Az E.ON madárvédelmi program az lehet azt mondani, hogy az E.ON mindennapjainak már a szerves része. Nagyon örülünk annak az együttműködésnek, amit elindítottunk a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal és avakkal a szakemberekkel, akik segítették a mi munkánkat abban, hogy megtaláljuk azokat a helyszíneket, ahol mi ténylegesen a leghatékonyabban olyan beavatkozásokat tudunk végezni, ami valósan hozzájárul ehhez a tevékenységhez, hogy mi tudjuk védeni a körülöttünk lévő madár, állatvilágot, azt a természeti környezetet. A fejlesztések közel sem csak a most befejezett 400 méteres szakaszon zajlottak. A február óta tartó munkálatok a Gemenci erdő jóval nagyobb területét érintették. Ezen projekt keretében egy 4 kilométeres középfeszültségű hálózaton egészen a Veronka-szigettől a töltésig 54 olyan helyszínen, oszlopon tudtuk elvégezni ezeket a madárvédelmi beruházásokat a Duna-Dráva Nemzeti Park szakembereinek a segítségével, amivel úgy gondoljuk, hogy jelentősen hozzájárul ezen környezetvédelmi céloknak az eléréséhez. A madárvédelmi átalakítások pozitív hatásait folyamatosan monitorozzák majd a Nemzeti Park munkatársai.
a kollégáink, a Manhattan Egyesületnek a kollégái ezeket a most megvalósított beruházásokat, ezeket folyamatosan figyelni fogják, hogy vajon milyen arányúak ezek a védelmi intézkedések. Ugye korábban azért volt rá jó néhány példa, hogy itt az oszlopok környékén, illetve a szabad vezeték környékén sérült madarakat, illetve elhullott madarakat találjunk. Ez a jövőnek az elkövetkezendő időszaknak a feladata lesz, hogy ezt pontosan megmérjük mi is, hogy valójában milyen hatása van, de hát azért ezeknek a beavatkozásoknak egy jelentős része már ismert más példa alapján, úgyhogy feltétlenül bízunk abban, hogy egy sokkal jobb helyzetbe kerülünk a madárvédelem szempontjából. Az EON egyébként, mint felelős szolgáltató, a jövőben is együttműködik a Dunadráva Nemzeti Park szakértőivel, hogy minél inkább minimalizálják a biztonságos energiaellátás okozta ökológiai lábnyomot. A Dunadráva Nemzeti Parkkal való együttműködésünk ezzel a projekttel nem zárul le, hanem a jövőben, az elkövetkező két évben is már meghatározott 34 helyszínen fogunk kisfeszültségű, középfeszültségű trafóállomásokon és oszlopkapcsolókon madárvédelmi beruházásokat elvégezni. Ezek már egyeztetve lettek a Nemzeti Parknak a munkatársaival. A most megvalósult Gemenci fejlesztés sorozat mellett az energiaszolgáltató cég korábban már több mint 4300 gólyák számára kialakított fészektartót helyezett ki a szolgáltatási területén, és az ország valamennyi részén folyamatosan támogatja az állatvilág védelmét célzó beruházásokat. Felsorolásszerűen ott vagyunk a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkon, ahol most fejeztünk be egy 161 oszlopon történő beavatkozást. Ott vagyunk a Hortobágyi Nemzeti Parkkal is együttműködünk, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ebbe a munkába a Nemzeti Parknak a munkatársaival együtt tudtunk működni.